Igen, kaptunk valóban úgymond 10 napot, de az első 2 nap elment az utazással. Az elején kicsit nehéz volt visszaállni az eltolódás miatt, de így a felkészülés idejére, mire jönnünk kellett, már azt gondolom, hogy nagyjából átálltunk. Feltöltődni mindenképpen szerintem, mert mindenki a családjához, barátaihoz, párjaihoz jött haza. Nekem olyan szerencsém volt, hogy nekem a húgom is, meg a párja, meg az anyukám is ide jött hozzám, és itt voltak szinte egész héten, aztán váltották egymást a párommal, szóval ő is most már itt van. Én azt gondolom, hogy sikerült kipihenni, tényleg a hazaérkezés eleje volt a nehezebb. Az első 3 mérkőzést nem túl sikeresen kezdtük el, és elég mélyről kellett visszatornáznunk magunkat. Megint előkerült a matekozás, amit ugye nem nagyon szeretünk, de nagyon örülök, mert szerencsénk is volt emellett, hogy a többi mérkőzés is úgy alakult, hogy a továbbjutás sikerült. Én azt sajnálom, hogy a norvég mérkőzést nem sikerült az utolsó 10 percben ott tartani, mint 50 percen keresztül, mert azt gondolom, hogy az volt az olimpián a legjobb mérkőzésünk. Öleléssel vártak minket, úgy ugye látásból vagy közelebbre ismerjük már egymást. Nagyon rendesek voltak a lányok is, mint a stábtagok, mint Ambros is, tehát tényleg csak jót tudok mondani. Én szerintem nagyon jó játékosokból, mint a pályán, mint emberileg, tehát nagyon jó csapatot alkotnak. Ambrost is nekem is jobban meg kell ismernem, mert mikor régen feledzettem a felnőtthöz, nem tudom, hogy ő is mennyit változott, de azt gondolom, hogy nagyon jól össze fogja kovácsolni ezt a csapatot, meg hozzáállásba, és minden lány azt gondolom, hogy partner lesz ebben. Én várom már, én kíváncsi vagyok, nagyon szeretnék újat is tanulni, tehát nyitott vagyok mindenre, de szeretném én is az erősségeimet még jobban megerősíteni nála, de szerintem a nem csak az elméleti, meg az edzésmunka, hanem az, hogy csapatot épít, szerintem az is nagyon előtérbe van helyezve, és izgatottan várom. Izgatott voltam nagyon már a beköltözésnél is, amikor az új lakásba költözhettem. Nyilván úgy felmértem, hogy mennyi időt érkezek ki autóval az arénához, de nagyon vártam, itt régi arcokkal is találkozok. Most például nem régiben a Róth Kálmán bácsival futottam össze itt, és nagyon jó volt őt is látni. És minthogyha úgy visszatértem volna a régi otthonba, tehát nagyon örülök neki, hogy itt lehetek. Akkor kérdeztem őt, hogy milyen itt Győrben, amikor ő igazolt ide, mert neki is azért hosszú idő után klubváltás volt, és nagyon kíváncsi voltam, megadok is a véleményére, de mondta, amit az előbb mondtam, hogy mindenki nagyon kedvesen fogadta, segítőkész, hogyha bármire szüksége van, akkor bárkitől kérhet segítséget, tehát egyáltalán nem tartottam attól, hogy itt valami probléma lesz, és a számításaim is így mutatták. Egyénileg nagyon szeretnék beépülni elsősorban a csapatba, újra meg kell ismernem a lányoknak a stílusát, hogyan kell alkalmazkodni hozzájuk, védekezésben is, mint támadásban, újra ráérezni, kinek milyen a mozgása, és amit már egyszer mondtam, hogy megerősíteni azt, amit tudok, de újakat is szeretnék tanulni. Csapat szinte meg nagyon szeretném, hogy mind a 3 aranyat megnyerjük az idén. Én azt gondolom, hogy nem lesz probléma, tehát segíteni fogjuk egymást, nyilván az elején én fogok több segítséget tőle kérni, hogy mit itt a rendszerek és a megszokások, de szerintem nagyon jó csapatot fogunk ott bal szélen alkotni, és jól meg leszünk szerintem. Azt, hogy egy csodálatos atmoszférát tudnak itt teremteni, és nagyon bízom benne, és nagyon megköszönnénk, hogyha ez továbbra is engedi majd a Covid-vírus, hogyha esetleg ki tudnak látogatni, és mindenképpen nagy segítsége plusz egy emberként lennének ott velünk a pályán.